Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának nyílt napján idén is sok volt az érdeklődő. Az igazán nagy felbuzdulás természetesen januárban szokott lenni, amikor már nagyon sürgeti a diákokat a határidő, és véglegesen el kell dönteniük, hogy hol is szeretnének tovább tanulni. A leggyakoribb kérdések minden évben a ponthatárokra és a túljelentkezésre vonatkoznak. Egy 2-3-szoros túljelentkezésről beszélhetünk, hogy ebből mennyit tudunk ugye felvenni, ez mindig annak a függvénye, hogy az egyéb hasonló képzést folytató intézményekbe milyen a jelentkezés. Sajnos valahol például az idén élelmiszermérnökből sokszoros volt a túljelentkezés, mégis a gyerekek töredékét vehettük fel a nagyon magas ponthatár miatt. A leendő hallgatóknak nem csak a magas ponthatárokkal kell megküzdeniük, arra is gondolniuk kell, hogy el tudják-e végezni 7 fél év alatt a választott szakot, hiszen a mérnöki kar a legnehezebb karok közé sorolható. A különböző képzéseink, azt kell mondanom, eltérő nehézségűek. A legnehezebb, legtöbb olyan tantárgyat tartalmazó képzésünk, ami nehézséget szokott okozni, ez a gépészképzés. Ők bizony elég kis százalékban, 20-30% végeznek 7 fél év alatt. Az élelmiszermérnököknél ott általában 80-90%, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnököknél is végez az adott terminusban. Hát mindig vannak olyan hallgatók, akik kicsit lazábbra veszik az egyetemi éveket. A nehézségek ellenére már sokan határozott elképzeléssel érkeztek a nyílt napra. A gépészetire? Az élelmiszer. A szüleim is élelmiszermérnökként végeztek, és némi rálátásom van itt a dolgokra. És amit a szüleim csinálnak, az eléggé szimpatikus, és igazából ez imponál. Az adott szak elvégzését követően fontos kérdés, hogy milyen mértékben tudnak elhelyezkedni a diplomások. Általában fél éven, egy éven belül a hallgatóink mind el tudnak helyezkedni, nyilván nem egyik napról a másikra, de azt kell mondanom, hogy van viszont számos olyan hallgatónk, akik azért jönnek ide, mert valamilyen olyan vállalkozása van a családnak, amihez kapcsolódik a képzés, hát nyilván nekik azonnal van hely. Az alapdiploma megszerzése után sokaknak fontos lehet a mesterképzés is. A kar idén minden mesterképzést el tudott indítani, igaz csak levelező szakon, de úgy tűnik, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés az MA iránt. A tájékoztatás után egy kicsit belepillanthattunk egy gyakorlati órába, ugyanis megmutatták nekünk, hogy hogyan is készül a mindenki által imádott csokoládé. Pralinét fogunk készíteni, ilyen kicsit ilyen Stáljudit konyhája szerűen, hogy betesszük és már vesszük is ki a több órás hűlési idő után. Tátott szája bámultuk, amikor a felolvasztott csokit kiöntötték egy márványlapra, hogy gyorsan lehűtsék, majd felmelegítsék. Mindezt azért, hogy létrejöjjön a csoki megfelelő kristálymódosulata. 3 lépésben készült a praliné. Először a külső burok, vagyis a hüvely. Majd a töltelék, ez esetben magyarókrémes. Végül pedig a talpak. A folyamat elég hosszadalmas, mivel minden lépés után több órán keresztül kell hűteni a csokit, de a diákok kedvéért mindent előre elkészítettek, hogy meg tudjuk kóstolni. Nagyon megtetszett ez a csokoládékészítés. Ez nagyon finom volt, utólag ezt megkóstoltuk, de nem gondoltam volna, hogy így készül, nagyon érdekes volt. Hát egyszerűen fantasztikus volt. Az efféle családias légkör az egész karra jellemző, hiszen jelenleg körülbelül 1200 hallgató tölti itt napjait. Ez azt jelenti, hogy az oktatók a képzés végére már személyesen is ismerik a hallgatókat.